A TEDEJ ZRT jogelődjével a Hajdunánási Állami Gazdasággal együtt 1949 óta működik eredményesen az Észak-Hajdúsági térségben, az M3-as autópálya mellett közel egyforma távolságra Nyíregyházától és Debrecentől, TEDEJ-en. Az itt áthaladó autós szem elé tárul központi telepünk, mely mind arról tanúskodik, hogy itt szorgalmas, a környezetükre is adó emberek dolgoznak. Társaságunk legmeghatározóbb tevékenysége a tejtermelés. Évente közel 15 millió liter tejet értékesítünk. Tejelő szarvasmarha állományunk 2000 tehénből és szaporulatából áll, amely 7 telepen helyezkedik el. A borjak születésük után azonnal anyjuktól elválasztva egyedi ketrecekbe kerülnek, ahol tejjel és tejpótló tápszerrel itatjuk őket. A bika borjakat a piaci lehetőségek függvényében hízómarha telepünkön hízlaljuk, vagy kiskorukban értékesítjük. Az üszőborjakat, tenyészérettségüket elérve, ivar specifikus szaporítóanyaggal termékenyítjük. A tehenek fejése 50 állásos, külső fejésű karusszelfejű házban történik. Az óránként 250-300 tehén fejésére alkalmas fejűház szellős, hűvös, nyáron is kiváló környezetet biztosít a fejük és az állatok számára. A tehenek mozgását, viselkedését az egyedi transponderrel percről percre nyomon követhetjük. Az ivarzó és beteg egyedek is könnyen kiválogathatóak. A fejűházhoz tartozó számítógépes program rögzíti a tehenek tejét, tejleadási értékeit, a tej minőségét, és nem utolsó sorban ellenőrizhető a fejük munkája is. A tehenek teljesítményükkel arányos mennyiségű és összetételű takarmányt kapnak. A 35 000 tonna kukoricaszilást saját területeinken állítjuk elő, melyek kitűnő minőségét a legmodernebb betakarítógéppark biztosítja. A 12 000 bála réti és lucerna széna, valamint a 17 000 bála szalma minőségének megóvását fedett tárolók biztosítják. A kimagasló termés átlagú öntözött területeken termesztett lucernából, takarmányrosból és olasz perjéből évi 6 000 tonna magas fehérje tartalmú szenást készítünk. Húshasznú szarvasmarha tenyésztésünket 2000-ben kezdtük. Jelenleg több mint 700 anyatehénből, 700 borjúból és növendéküszőből álló állományunk kiváló genetikai értéket képvisel a hazai húsmarha tenyésztés palettáján. A limuzin és charolais fajták tartása az állattartó telepeink körül elhelyezkedő körülbelül 1100 hektár legelő hasznosításán alapul. Az éves húskibocsátás meghaladja 200 tonnát. Társaságunknál nagy hagyományokra tekint vissza a sertéstenyésztés. A telep 1400 koca és szaporulatának tartására és felnevelésére alkalmas. Az éves húskibocsátás eléri 3500 tonnát. Az utóbbi időben végrehajtott jelentős beruházásoknak köszönhetően pár éven belül a húskibocsátás eléri a 4000 tonnát. A 368 férőhelyes, lagúnás, egyedi kocaszállásunkban az ivarzó és frissen termékenyített kocák részére nyugodt körülményeket, egyedi megfigyelést és kíméletes bánásmódot biztosítunk. Mesterséges megtermékenyítést alkalmazunk, ehhez jól felszerelt laboratórium áll rendelkezésünkre. 2011-ben megépítettünk 3 új hízlaldát összesen 7000 férőhelyjel. A hízlaldákban a legkorszerűbb technológiát alkalmazva automatikus vezérléssel történik a hőmérséklet, a páratartalom, a szellőzés vezérlése és az etetés-itatás. 2013-ban elkészült zöldmezős beruházásként a tenyészcentrum, ahol 3000 négyzetméteren egy épületen belül helyezzük el fialásig a tenyészkocákat, a tenyészkanokat és a kocasüldőket. Az itt kialakított takarmányozási technológia szerint a kocák egyedi transponderük alapján mindig a vemhességi fázisuknak megfelelően kapják a takarmányt. Az ágazat 2014-ben egy független, szigorú szakmai auditálás után megkapta a kiváló minőségű sertéshúsvédjegyet. Célunk, hogy az állomány 2017 év végére elérje a PRRS mentes státuszt. Állattartó telepeinken a trágyakezelés korszerű technológiával történik a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
energiatudatos gazdálkodást követve. A fél éves hígtárgya mennyiséget a szigetelt hígtárgya tavakban és a betonfalú tározókban biztonságosan tároljuk és kezeljük, innen a kiépített öntözővezetéken kiöntözzük. A keletkezett szilárd trágyát trágyaszórók segítségével a megművelt földterületekre juttatjuk. A broiler baromfi nevelést 2013-ban kezdtük el újra a legkorszerűbb technológia beépítésével és az istállóépületek teljes körű felújításával. A napos csibék fogadására az állatok helyét egyenletesen 32-34 Celsius fokra kell fűteni, ezt a faalgázosító kazánok által megemelt hőenergia biztosítja, minimalizálva a szén-dioxid mennyiségét. Az ólakban teljes automata vezérlésű alagút szellőztetést alkalmazunk az optimális hőmérséklet elérése érdekében. Az istállóban az etetőket és az itatókat úgy osztjuk el, hogy 2-3 méteren belül a napos állatok ivóvízhez és takarmányhoz jussanak, esélyt teremtve ezzel az egyenletes és gyors ütemű fejlődéshez. A 42 napos rotációs időben 2,8 kg-ra hízlaljuk a csirkéket, amit 1,7 kg alatti fajlagos takarmány felhasználással érünk el. Egyszerre egy időben 120 ezer baromfit tartunk, mely éves szinten 2000 tonna hús termelését eredményezi. Növénytermesztésünk elsődleges feladata a nagy létszámú állatállomány takarmány szükségletének biztosítása. A Tedej vállalatcsoport 5000 hektár szántón folytat növénytermesztési tevékenységet, melyhez adódik a zömében Natura 2000-es gyep. A nagyszámú szarvasmarha létszám szálas takarmány igényét 1100 hektár legelőterület biztosítja. Nagyságrendjét tekintve a kukorica termesztés áll a középpontban. Szemes kukoricát 2000 hektáron termesztünk, magas genetikai potenciálú hibridekkel kiemelkedő termés eredménye. A siló kukorica vetés területe 650 hektár. Itt a magas hozamok mellett komoly hangsúlyt kap a kész szilás beltartalmi értéke emészthetősége, hiszen ez a tejtermelés egyik alapja. Az őszi kalászosok közül 1000 hektáron termesztünk búzát, a magas hozamok kiváló minőséggel párosulnak, szalmája az állattenyésztés alomanyag szükségletét elégíti ki. Az őszi árpa a sertés tenyésztés takarmány bázisának egyik pillére. Fehérje növények közül szálas vonalon a lucerna termesztése a legmeghatározóbb, vetés területe megközelíti a 400 hektárt, melyből magas fehérje és karotin tartalommal lucerna széna, szenás, dehidratált lucerna szecska, pellet, valamint liszt készülhet. A szójabab termesztése feltörekvőben van. Napraforgó magot majd 400 hektáron termesztünk. Már több évtizede jelentős mennyiségű korszerű őszi búza és rozsvető magot állítunk elő, néhány éve pedig a hibrid kukorica előállításába kezdtünk, közel 200 hektáron. A szántó területeink jelentős része öntözésre berendezett. A keleti főcsatornán érkező Tisza folyó vizét egy összetett csatornarendszer a pusztai nyomásközpontba vezeti. A nyomásközpont nagy teljesítményű szivattyúi a vizet a felszín alatti nagynyomású AC csővezetékrendszerbe továbbítják. A vízvezetékhez a szántóföldön lévő öntözőberendezések úgynevezett hidrásokon keresztül csatlakoznak. Öntözőgépeink zömében lineár és centrál pivot típusú esőztető berendezések, amelyek a vizet a csendes esőhöz hasonló módon a talajszerkezetet kímélve juttatják ki. A növények az öntözést mind hozamukban, mind termés minőségében messze menőkig meghálálják. Az agrotechnikák optimális időben történő elvégzése csak megfelelő kapacitású erő- és munkagéppark rendelkezésre állásával biztosítható. Erőgépeink műholdas navigációval felszereltek, nagy vonóerővel rendelkeznek, így precízen, hatékonyan és eredményesen segítik társaságunk növénytermesztési munkáit. A Tedej vállalatcsoport 17 éve úttörőként kezdett bele az almatermesztésbe Hajdúnánás térségében, felvállalva ezzel a térségbeli foglalkoztatás javulását. Az alma mellett megy, cseresznye, szilva és körte ültetvényeket is telepítettünk. Az év teljes egészében átlagosan naponta 150 főnek munkát tudunk biztosítani a kertészeti ágazatban. Az ültetvények minden része csepegtető öntözőrendszerrel felszerelt, mely tápoldat kijuttatására is alkalmas. Az almás kert jelentős részét jégvédőhálóval és fagyvédelmi rendszerrel is elláttuk, mely országos szinten is kiemelkedő. Úgy tervezzük, hogy az almatermesztés további 40 hektár területtel bővítjük majd. Csonthíjasok termesztésénél kiemelkedik a medgy. Jelentős mennyiségű száras medgyet exportálunk, a konzervmedgyünk is rendkívül keresett. A termés betakarítását korszerű, a legmodernebb technológiák alkalmazásával végezzük. A megtermelt gyümölcsöt a cégcsoport saját tulajdonú hűtőházaiban tárolja, majd 2000 tonna kapacitással.
Rendelkezünk egy nagy teljesítményű almaválogatógéppel, amellyel méret, súly és szint szerint tudjuk a gyümölcsöt a kínált frakciókra szétválogatni. Lassan 10 éve foglalkozunk natúr gyümölcslevek gyártásával, melyek minden adalékanyagtól, tartósítószertől mentesek, de a gyümölcs beltartalmi értékeit, összes pozitív élettani hatását, aromáját megőrzik. A fajtánként válogatott egészséges gyümölcsöt, zöldséget alapos mosás után daráljuk és préseljük, a levet 6-8 órán át ülepítjük, majd 78 Celsius fokon kíméletesen pasztorizáljuk, hogy a lében lévő cukrok ne karamellizálódjanak, a fehérjék ne csapódjanak ki, az értékes ásványanyagok, vitaminok megmaradjanak, ugyanakkor a veszélyes mikroorganizmusok elpusztuljanak. Gyümölcsleveink elnyerték a Magyar Termék Nagydíjat és a Hajdú-Bihar megyei Termék Nagydíjat is. A takarmány gazdálkodási ágazat tevékenységi körei szerte ágazóak. Elsősorban az állattartó telepeinknek és külső megrendelőinknek gyártunk jó minőségű tápokat, takarmány keverékeket több frakcióban és kiszerelésben. A takarmány keverő üzemünk elakadás és kiporlásmentes anyagtovábbítási rendszere homogén takarmány keveréket biztosít, amely lehetővé teszi gyógyszeres tápok előállítását is. A számítógépes folyamatvezérlő rendszer alkalmas a teljes technológia automatikus irányítására és az egész termelési folyamat dokumentálására. Az extruder üzemben a szemes terményből magas beltartalmi értékű és nagy fehérje tartalmú takarmány állítható elő, magas hőmérsékleten és nyomáson, mechanikus zúzással és őrléssel. A kiváló tápok termelésének alapfeltétele a jó minőségű szemes takarmány, amely a szántóföldről szárítást és tisztítást követően zárt terménytárolókba kerül. Szárító berendezéseink a mai kor elvárásainak megfelelően energiatakarékos, a por és zajkibocsátása minimális. Lehetőségünk van közvetlenül a szárító berendezésnél a már kijövő kész árut szerves savval kezelni, minőségét a hosszú távú tárolás során megőrizni, és közvetlenül felsőpályás betároló rendszerrel a tároló térbe juttatni. A terménygarmadák állandó felügyeletével, a termény szakszerű kezelésével érjük el, hogy a betakarításkori kiváló minőség a felhasználásig megmaradjon. Lucerna Liszt üzemünkben évente mintegy 5000-6000 tonna zöld lucernát dolgozunk fel, és készítünk belőle sertések, szarvasmarhák, nyulak, más rágcsáló kisállatok nagyszerű takarmányát. Kutatásfejlesztésünk legjelentősebb projektje a Debreceni Egyetemmel együttműködve a Zöld Malom projekt, amely a növényi levélfehérje koncentrátum előállítás területén végzett tevékenység. Másik jelentős terület a biomassa hasznosítás, a Gödöllői Szent István Egyetemmel a kukorica szár mint melléktermék energetikai felhasználásán alapul. Társaságunk tevékenységét folyamatosan és nagy ütemben fejleszti, melynek dinamikáját a következő években is tartani fogjuk, ez biztosítja versenyképességünket. A turisztikai tevékenységünk kapcsán jelentősek a konferencia, lovas, vadászturizmus, valamint a sport és szabadidős tevékenységek. A mezőgazdasági jellegéből adódó nehézségek ellenére a gazdaság eredményesen gazdálkodik, és töretlen fejlődést mutat, mintegy 350 fő részére biztosít tartós munkalehetőséget. Alkalmazottaink körében sok a magasan képzett, tapasztalt, nagy szakmai tudással bíró agrármérnök. Tedej települést, az itt lakó embereket nagyra értékeljük. Az alapítványainkon keresztül segítjük a gyerekek tanulását, az öregek gyógykezelését, a sport, tevékenységet és a természetvédelmet. A társaság nagy szerepet tölt be Tedej település fejlesztésében, arculatának alakításában, valamint a szórakozási és szabadidős tevékenység biztosításában.